Nem csak a lakosság, hanem az ideérkező zarándokok is használhatják a Kálósemjén belterületén kialakított új kerékpárutat. A beruházás 417 millió forintos támogatásból épült a Mária út részeként, mintegy 2,6 kilométeres szakaszon. A belterületi kerékpárutat a TOK megyei forrás támogatásával tudtuk megvalósítani. A teljes belterületi szakaszon került kialakításra, egységes kerékpárút járda került kialakításra, kettő darab zebrát gyalogátkelő helyet is létesítettünk a település főútján keresztül, ez a Dózsa-György utca, illetőleg a Bem utca, így csomópontot illeti. Mind a két utca azért fontos, mert az oktatási intézményeinknek a megközelíthetőségét teszi biztonságosabbá. 2021 másik jelentős beruházása volt a településen az új, két csoportszobás, 24 gyermek ellátására alkalmas bölcsöde kialakítása. A 160 millió forintos támogatással épült intézmény 2022 első negyedévében kaphatja meg a működéshez szükséges engedélyeket. A község vezetésének hosszabb távú terve többek között egy új óvoda kialakítása is. Januárban indulnak a TOK plusz források, az önkormányzatunk is érdekelt abban, hogy a lehető legtöbb kívánalmát megpróbáljuk megvalósítani. Itt a gerince lesz talán ennek a dolognak a mi életünkben a belterületi utaknak a felújítása, újak létrehozása, illetőleg kialakítása, valamint visszatérve ismét csak a gyermekekhez, kinőttük az óvodánkat, és az óvodának a bővítése, annak fejlesztése mindenképpen szükséges. Nem csak infrastruktúrális és szociális területen zajlottak fejlesztések Kálósemjénben. A település vezetése a közösségépítést is kiemelten fontosnak tartja. A ringató az egy olyan jellegű kezdeményezés a régióban, az ország ezen részén, ami még eddig nem volt. Szeretnénk ezt következetesen tovább folytatni. Ezt abból azokból kifolyólag is tesszük, mert az elmúlt évek folyamán következetesen törekedtünk arra, hogy családbarát önkormányzattá váljunk. Itt még hosszú út áll előttünk, de a ringató képzés az egyik ilyen jellegű pontja ennek a dolognak. 2021-ben jubileumot is ünnepelt a község. 25. alkalommal szerveztek falunapot a településen, mely egyben az elszármazottak találkozója címet is viselte. Az eseményen mutatták be azt a mintegy 500 oldalas kötetet, amely hosszas kutatómunkát követően a 750 éves település múltját foglalja össze az utókornak.